Elhalasztják a Budapestre tervezett idei nemzetközi eukarisztikus kongresszust a koronavírus járvány miatt, ezt a vatikáni szóvívő közölte. Az 52. eukarisztikus kongresszus szeptember 13-án kezdődött volna az eseményt 2021-ben, tehát jövőre tartják meg. Erdő Péter bíboros az m azt mondta, a Szent Cég hosszas mérlegelés után a következő két-három év több nemzetközi eseményét is áthelyezte más időpontra. Ismét Titanillája a szó parancsai. Mohos Gábor, katolikus püspököt, a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus titkásági vezetőjét kérdezem a következő percekben. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Milyen érvek szóltak amellett, hogy elhalasszák a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszust, és ne idén szeptemberben legyen? Természetesen ugyanazok az érvek, amelyek sok más nemzetközi, akár sport, akár ö, kulturális eseménynek az elhalasztását, vagy akár törlését is indokolták. Tehát ez egy nemzetközi eukarisztikus kongresszus, ami azt jelenti, hogy a világnak több mint 90 országából jelentkeztek már erre az eseményre, és jelenleg senki nem tudja megmondani, hogy szeptemberben egyáltalán ilyen létszámú ö, eseményt meg lehetett volna -e tartani, illetve nagyon sokaknak az utazása is veszélybe került volna erre az eseményre. Tehát mindezek az érvek amellett szóltak, és természetesen a széket ezekről tájékoztattuk, hogy maga az esemény egy egyével elhalasztódjon. Az új időpont azért 2021, a pontos időpontot lehet-e már tudni? 2021. szeptemberéről beszélünk. Pontos napokat azért nem tudunk még mondani, mert természetesen a helyszíneket, illetve az előadókat is meg kell keresnünk, és meg kell találnunk azt az időpontot, amely mindannyiuk számára megfelelő, és amikor ez megtörténik, akkor tudjuk a pontos napokat is a nyilvánosság számára elmondani. Hol tart egyébként most, vagy hol tartott a szervezés és a mostani halasztás, az hogyan befolyásolja az előkészületeket? A, tervez, a szervezés eléggé előre haladott állapotban volt, hiszen egy szeptemberi kongresszusról beszélünk, és azt is el kell mondanom, hogy már az elmúlt heteknek a korlátozásai nagyban nehezítették a szervezési munkát, ez is amellett szólt, hogy halasszuk el a rendezvényt, hiszen a teljes program már megvolt az előadókkal, az időpontokkal, helyszínekkel, különböző kulturális programok is szerveződtek még az esemény köré. Tehát maga az esemény szervezése eléggé előre haladott állapotban volt. Természetesen most sok plusz munkát jelent nekünk az, hogy minden egyes fellépővel, vagy, vagy előadóval, illetve a helyszínekkel újraegyeztessük az időpontokat. Ugyanakkor egy lehetőséget is jelent számunkra, hogy újra gondoljunk akár egy-két. Lehetőséget, amelyet éppen most a járványhelyzet tárt föl, például azt, hogy a modern technika eszközeivel a távoli földrészekről érdeklődőket, akik kisebb számban tudnak eljönni, azokat más formában bekapcsoljuk a rendezvénybe. Ez lesz tehát a következő napok, hetek vagy akár hónapok feladata? Hát a következő hetek és hónapok feladata mindenképpen. Én bízom benne, hogy, hogy idén őszre eljutunk oda, hogy megint összeáll a, a jövő őszi program, és kialakul az a, az a keret, amelyek között tudunk aztán nyugodtan tervezni és szervezni. Ugye említette, hogy már összeállt a teljes program, hiszen szeptember már egyébként nincs olyan messze. A halasztás ellenére ezeket a programokat meg lehet majd tartani, amit terveztek, tehát át lehet tenni az egészet úgy, ahogy van jövő szeptemberre, vagy ezt még most nem lehet tudni. Hát az a tervünk, hogy minél több eseményt áthelyezünk jövő év szeptemberre, de minden bizonyal lesznek változások. Tehát minden előadót, minden helyszínt nem biztos, hogy meg tudunk úgy valósítani, ahogyan azt idén összre terveztük, de minél többet szeretnénk ebből megvalósítani. Természetesen lehetnek változások, akár gondolok itt arra, hogyha mondjuk egy távoli helyszínről valaki nem tud eljönni, akkor egy-egy kivételes esetben az is elképzelhető, hogy akkor virtuálisan kapcsoljuk őt a helyszínen, de azért szeretnénk, hogyha minél többen ténylegesen itt tudnának lenni, részt tudnának venni az eseményen. Ezért is született az a döntés, hogy elhalasztjuk a rendezvényt. Azok, akik látogatóként regisztráltak, eddig a világ minden tájáról is, még vatikáni források is azt mondták, hogy rekordszámúan szeretnének részt venni. Most ezen a kongresszuson régóta nem látott tömegben érkeznének az emberek. Ők az ő regisztrációk érvényes marad, vagy az ilyenkor, hogy működik? Tehát időarányosan nagyon sok jelentkezőnk volt, tehát 50 ezer fölötti konkrét jelentkezésről, és még sok csoportról beszélünk, akiknek csak a csoport létszáma volt megadva. Minden jelentkezőt már értesítettünk e-mailben az esemény halasztásáról, és az elkövetkező két hétben kidolgozzuk azokat a módozatokat, hogy hogyan lehet ezeket a jelentkezéseket megtartani és jövő évre áthelyezni, illetve hogyha valakinek valamilyen oknál fogva ez nem lehetséges, akkor hogyan tudja ezt a jelentkezését törölni, illetve adott esetben a már jelentkezési díjként befizetett összeggel hogyan tud rendelkezni. Korábban egy jól értesült vatikáni tudósító arról írt, hogy Ferenc pápa is részt kíván venni a kongresszuson. Erről lehet -e tudni bármi pontosabbat most, hogy ugye elhalasztották a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszust? Én azt hiszem, hogy most erről még korai lenne beszélni, tehát valószínűleg, amikor kialakul a kongresszusnak a konkrét időpontja és a programok újból összeállnak, akkor lehet napi rendre tűzni ezt a kérdést, és akkor merülhet fel ismét az, a, hogy a Szent adott esetben a kongresszusnak a valamelyik nagy eseményére, egy nagy szentmisére eljöjjön és Magyarországra látogasson. De mondom, egyelőre erről most még korai lenne beszélni. Mohos Gábornak köszönjük szépen. Köszönöm.